volt a maximum mára? Igen, szerintem azt mindenki tudja, hogy ez, ha egy picit gyorsan vagyok, akkor is negyedik, mert a három srác, aki dobogós, az nagyon komoly eredmény. Két hónap ezelőtt ez világcsúcs lett volna mindegyiknek. Őszintén mondom, hogy valahogy örülök is, hogy ennyire elment ez a szám, mert én nem gondoltam volna, hogy ennyire tud valaki 50 pillanatot úszni, főleg úgy, hogy ez a 21-3 az már gyorsúszásban is nagyon komoly. Nagyon jó volt a rajt. Mennyire érzékelte belülről, hogy ebből lehet akár egy negyedike is? Döntő. Ez mindenki tudja, hogy főleg 50 döntőben bár utolsó is lehetem volna. Próbáltam, jó jött a 8-as pálya, alább néztem, jobb oldalra néztem, nem volt senki, koncentráltam a tempóra. És 50 az nagyon fontos azért, mert főleg amikor 8 ember csapkodik össze-vissza, akkor nagyon érdekes lehet, és bármennyire az ember nem nézi, így az oldalt látja, jobban nem volt senki, főleg arra fordultam. Jó úszás, jó kis motiváció a következőkre. Javítottál is az idődön tegnap óta, és azt mondtad, ez volt az egyik legfontosabb célod. Így van, akartam látni, hogy újra itt vagyok, hogy tudok velük versenyezni. Már tegnapi jó volt, mert döntőbe kerültem, ebb hogy. De az, hogy negyedik lettem, ez egy nyilván... Én mindig úgy állok fel, hogy nyerni fogok, de ez reálisan nézve nem volt nagyon közel egyáltalán. De, ahogy mondom, tanulni kell a Pontitól és a többiektől, és még nézni, hogy tudok én fejlődni. Évek ott volt, hogy a VB meg LB döntőkben, mit gondolsz, meddig tud még fejlődni ez a versenyszám? Ez jó kérdés, ezt a kérdés egy 2-3 hónap ezelőtt felteszed, akkor azt mondom, hogy nem ennyire, hogy közel van már a limit, a csúcs, de így ezek után szerintem nagyon fejlődni lehet még, mert szerintem főleg így, hogy dobálja az időket minden verseny, minden úszásnak, szerintem még 21 belül bőven. Nem ma, nem holnap, de ki tudja. A másik dolog meg, hogy nem tudom, mit akarom mondani, ennyi. ennyi, így, hogy... Na jó, de azért a csapkodásban a negyedik helyednek azért csak a magyarok örültek a legjobban, úgyhogy... Remélem, én is boldog vagyok, épp ezért, mert most már befejezem említeni a múlt szezonom, hogy nem sikerült, hogy egy jó kis úszás volt, és ez volt a maximum. Egy picit jobbat jövök 22-ben, az se dobogó. Nyilván örültem, hogy itt vagyok, hogy tudok legjobbakkal versenyezni, és jó kis lendülettel kezdeni a januári felkészítést.